Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Médiacentrum Élő Emlékezet című történelmi ismeretterjesztő magazin műsorának 2024. évi első adását látják. Ahogyan az elmúlt években megszokhatták, ebben az évben is 12 életutat ismerhetnek meg általunk. Az első adásunk egy kiemelt adás, hiszen az Élő Emlékezet történetében valójában első alkalommal kerül olyanra sor, hogy egy házaspár életútját ismerhetik meg egy adásban. V. Barna Erika grafológus és Kelemen László életútját ismerhetik meg, akik az elmúlt évtizedben ismerték meg egymást, és itt élnek Kecskeméten, a Hunyadi városban, gazdagítják a kecskemétiek életét, és mondhatjuk V. Barna Erika tudományával nagyon sok olyan érdekességre tehetünk szert, amely az írásképünk elemzésével válik a személyiség kapcsán megismerhetővé. Az ő életútjuk nagyon sok helyütt kapcsolódik, hiszen V. Barna Erika családja 1944-ben Erdély területéről menekült Magyarországra, míg Kelemen László édesapját hadifogságra vitték a Szovjetunió területére. Számos ponton csatlakozik az ő életútjuk, amelyet az elkövetkezendő interjúban ismerhetnek meg. Kérem, tartsanak velünk! Barna Erika vagyok, a szerzői nevem V. Barna Erika. Debrecenben születtem, 1951-ben, de hamarosan elköltöztünk Debrecenből, mikor 2 éves voltam, akkor tanyáról tanyára vándoroltunk. Ennek a háttere az, hogy a szüleim Erdélyi menekültek, és nehezen tudtak gyökeret ereszteni itt, ugyanis édesapám 50 éves volt, mikor áttelepültek, egyik napról a másikra egyetlen éjszakájuk volt, hogy mindent hátrahagyva itt új hazára találjanak. 1944-ben volt ez, ugyanis az édesapámat a románok le akarták lőni, mert nem állt be a román hadseregbe a magyarok ellen. Ez volt valójában a tragikus pillanat. Ő vitéz volt, mert az első világháborúban is harcolt. Hogyan volt ez jelen a családotok életében, ez a fajta menekült státusz? Hogyan fogadtak benneteket, hogyan fogadták a családot itt Magyarországon, és a te életedben, a ti család életetekben ez hogyan volt, hogyan tért vissza ez a menekült státusz? Éreztél ebből valamit? Nagyon sokat, nagyon nehéz volt, nagy szegénységben éltünk. Ez volt az egyik, nagyon erősen, konkrétan érezhető helyzet, a másik pedig elszigeteltségben. Valójában a rokonok is keveset segítettek, és hát az édesapámnak egyedül kellett valahogyan megteremteni a hátteret. Ő termelő szövetkezetben könyvelőként dolgozott, miután itt elvégzett egy ilyen könyvelői tanfolyamot, korábban pedig kereskedő volt, tehát ott kint jólétben éltek, és hát ez a menekülés, ez az egzisztenciális válsággal sújtott bennünket. Én végig éreztem ezt a hátrányt, a szegénységet, a nélkülözést. Valójában olyannyira erős volt ez, hogy gimnáziumban ösztöndíjat kaptam, ami nem volt szokásos, tehát a szülői munkaközösség ösztöndíjat ítélt meg nekem, hogy hónapról hónapra valami módon egy kisebb pénzem is legyen, és ingyen kaptam a menzakosztot is. Ilyenkor fölmerül a másik kérdés, hogy ahonnan menekült a család? Aztán a te születésed után oda tértetek-e vissza? Tudjátok-e, hogy ott most ma mi van, esetleg abban a házban, vagy akkor mi volt? Mi maradt az ottani egzisztenciából? Én nagyon későn tudtam visszajutni, a bátyám segítségével tértünk vissza. Körülbelül 20 évvel ezelőtt sikerült csak, ugyanis amikor a bátyám korábban kint járt, hogy anyakönyvet kérjen, születési anyakönyvet, mert elveszett neki, pótolni kellett, akkor még neki is voltak a férjai, hogy ugye számon tartották, hogy Barna Mihály menekült volt, és hogy
nem állt be a parancsra, ahogyan kérték. A ház már nem volt meg, én már nem láthattam. A bátyám még ott kint született, ő tudott mesélni arról, hogy hol laktunk, mi történt, egy kis patakpartján laktunk, vagy laktak a szüleim házasság kötését, őrző református templomot láttam ott. Tehát nagyon nagy élmény volt számomra. Ami nagyon fontos, szintén ennek az eseménytörténetnek a egyik kapcsolódási pontja, hogy ez a fajta befogadás az anyaország részéről a menekül státuszban, aztán nyilván a neveltetésekben is a nélkülözés és az egyéb ehhez kapcsolódó dolgok jelen vannak. Mit köszönhetsz te mostani, nyilván tudjuk, hogy mivel foglalkozol, majd részletesen is beszélünk erről, a szakmai életutadon, életutat kapcsán mit köszönhetsz az erdélyi vonalnak, a családnak ilyen szintű nélkülöző, de mégiscsak megbecsülő és óvó otthonából, az otthon melegéből? Hát édesapámtól a hazaszeretetet hoztam nagyon mélyen. Ő akkor énekelte a Székely himnuszt, amikor nem lehetett még itt énekelni. Tehát minden család ünnepség azzal zajlott, hogy édesapám elénekelte a Székely himnuszt. Ebben nevelkedtem, vallásos család voltunk, tehát imára tanítottak. Egy bizonyos fokú érzékenységet, és hát édesanyám tehetségéből ő verseket is írt, de csak a fiúknak, tehát nem jelenhetett meg. Sok irányú tehetsége volt, és így mondjuk, hogy az irodalom szeretetét akkor innen hoztam, és így kerültem a Debrecen Egyetemre magyar szakos tanárként, végeztem ott, tehát a Debrecen Egyetemen tanultam tovább. Az első ilyen alkalmunk, hogy egy pár tud nekünk beszélni az életéről. Én most téged kérnélek, hogy Elitához hasonlatosan egy ilyen ívet, felvezetőt mutassuk be a nézőknek, hogy honnan jössz te, és mi vagy most. Igen, hát Kelemen László vagyok. 1943. november 11-én születtem Kiskunmajsán. Szüleim, édesanyám védőnő, édesapám pénzügyi vonalon dolgozott, akkor végeztek, és gyakornokként kihelyezték őket még Kiskunmajsára. Tehát nem törzsgyökeres kiskunmajsaiként születtem, hanem egy kihelyezett párnak a gyermekeként, második gyermekként. És hát háborús időszak, ugye a születésem után nem sokkal apámat behívták, kivezényelték, hát nem a frontra, hanem ilyen felszámoló hadtestben vonult ki, hogy a háborúba, mert gazdasági tiszt volt a honvédségnél, tehát ilyen feladatot látott el, és hát bizony fogságba került. Volt orosz fogságba, amerikai, német fogságba, tehát ahogy a csapatot elkapták. Na mindegy, tehát körülbelül 3 évig volt távol. Addig én apa nélkül voltam, és közben a háborús események azok folytak ott, és hát már Mojsát is érintették, mert mondták, hogy voltak bombázások, és akkor a bunkerba vittek le, és nagyon befogták a számot, hogy ne sírja, mert repülők esetleg meghallják, és akkor odalőnek. Na, tehát valahogy így telt el az idő, és akkor, amikor hazajött végre, akkor a 45 körül, 45 után, akkor Kecskeméten dolgozott, ott helyezkedett el. Hát ugye akkor indult meg ez a pártmozgalom, a Rákosi éra, stb. Tehát akkor kezdett el előtérbe kerülni, és hát mondták, hogy lépjen be a pártba. Hát mondjuk neki nem volt éppen ez a szíve vágya, de nem is volt sokáig párta, mert azt mondták, hogy hát Laci, ne haragudj, mert ő is László volt, ne haragudj, de te egy nyugatos tiszt voltál a honvédségnél, úgyhogy itt nincs a párban, nem tudunk tovább tartani. Na hát akkor ő nem nagyon sajnálta, de akkor ez így megszűnt, tehát így magyarul nem lett pártag. És akkor egy ideig úgy volt, hogy ő bent dolgozott Kecskeméten, mi meg ott éltünk Majsán, ott kezdtem el az iskolát 1949-ben,
És aztán úgy adódott a helyzet, hogy édesanyám akkor szerzett itt egy állást a egészségügyi vonalon. Itt lett védőnő, az akkori OTI, később STK, most már csak rendelőintézet, tehát ott helyezkedett el, és akkor beköltöztünk Vajsára. 52. augusztusában, és akkor hát az akkori Kádár utca, nagyon érdekes, Kádár, még létezett a Kádár utca 17 szám alatti ilyen társasházba, tehát régi ház, ahol több lakó volt, nem olyan társasház, mint most. Ott aztán végeztem el az iskolát, folytattam tovább. Érdekes emlékem, hogyha szabad ide belevonni, az, amikor hát játszóteret keresünk, hát nyilvánvaló 9-10 éves voltam, és akkor kimentünk ott, ahol most van a Rózsák tere. Kimentünk oda játszani, akkor még állt annak a templomnak, a hálaadó templomnak, amit elkezdtek építeni. A béketéri templomról beszél. A nagy boldogasszony hálaadó templom. Annak még ott voltak az alapjai, meg a két 13 méter magas torony, amit azt befejezetlenül ott hagytak, hát mi ott játszottunk. Ez meghatározó élmény volt. No, mindegy, nem is ez, hanem az, hogy 50-es évek elején a édesapám unokatestvére, Kertész Dezső, ide került a Kecskeméti Katona József Színházhoz. Színészként a párjával együtt, Váli Ilonával, és hát ők gyermektelen házas, színész házas pár, hozzánk tudtak jönni, költözni, először ott laktak együtt, hát akkor nagyon megkedvelt engem. Annyira megkedvelt, hogy én akkor elhatároztam, hogy én is színész leszek. És akkor az iskola, a negyedik osztályt ott kezdtem el, ahol most az Rényi iskola van, a színház mellett, úgyhogy nekem adódott a helyzet, hogy én mindig a színházra rajongó, bementem a színházba, és hát akkor ment a Leányvásár című darab, nagyon nagy sikere volt neki, és abban is ő is játszott, és akkor bementem hozzá az öltözőbe, hogy Dezső bácsi, én szeretnék megnézni ezt a darabot. Hát azt mondja, na várjál, azt mondja, írok egy darab papírt. Akkor a Holló Walter volt a színházigazgató, és akkor keres fel a Holló Walter bácsit, és mondd meg neki, hogy ki vagy, és hogy mit szeretnél. Na, oda mentem, hát az jót mosolygott rajtam, na jól van, és akkor adott egy páholyba egy széket ott a közel a színpadhoz, és végignézhettem. Tehát minden, szóval megcsapott a színháznak a szele, úgyhogy nagyon benne is voltam, és akkor ő megtanította velem, azt mondja, nagyon aranyos vagy, hát most a Petőfi verset. És akkor azt mondja, hát mondd el az anyám, tanuld meg az anyám tyúkját, és akkor én megtanultam az anyám tyúkját, ez volt az első. Na mondd el. Hát ez nem jó. Ne így mondd. Most gondolj magad elé egy tyúkot, és annak megfelelően mondd ezt el. Na jó van. És akkor segített, és utána tetszett neki. Hát most nagyon érdekes, mert ugye, hogy Erika vizsgálta a kéziratokat, és Petőfi kéziratait is láthattuk eredetibe, illetve hát másolatban meg is van az anyám tyúkja, most ott van kinn a falon a Petőfi eredeti kézirattal. Na, tehát ő így adódott, hát akkor a színházba, ugye akkor ment a János Vitéz, abban is szerepelt ott a felesége, az Ilonka, én Ilonka nének hívtam, csak ugye Vál Ilona, és hát tulajdonképpen ő azért került Kecskemétre, és ez megint annak a kornak az érdekessége volt, hogy 1942-ben, mert a régi filmekben is játszott, tehát 1880-as született, 1890-ben született. És az volt az érdekessége, hogy 42-ben készítettek egy filmet, aminek az volt a címe, hogy az Őrségváltás. Nem tudom, hogy ismerős-e ez. És ugye azt mondták, hogy ez erősen antiszemita jellegű, és ezért akik abban szerepeltek, hát Págár Antal játszotta a főszerepet, hát eltiltották a színészettől, és a Dezső bácsit is így szilenciumra ítélték, és 3 évre, hát nem száműzték Kecskemétre, de szerencsére 53-tól 55-ig, 56-ig itt játszott a Kecskeméti Katona József Színházban. A dolog érdekessége az, hogy az Ilonka néni viszont nem Váli Ilona, Váli Ilona a művész neve, eredeti nevén, most nem is hirtelen tudom kimondani, de ő meg zsidó származású volt, és a
újpesti főrabbinak a lányaként. Ez volt a dolognak a fintora, ugye, hogy mégis, tehát így ítélték meg. Na, szóval ez is csak egy korjelenség, mert ugye a Rákosi érában, hát gondolom, hogy a templomot is ma nem csak a pénzhiány miatt nem tudták felépíteni, hanem a politikai erők is bejátszottak ebbe. Igen, egy kis lábjegyzet ide. Nagyon sok legenda övezi ezt a templom, meg a templomnak a kvázi megsemmisülését, idézőjeles megsemmisülését. Említetted, hogy oda jártatok játszani. Nagyon kevesen vannak már, akik ilyen szellemi kapacitással tudnak erre így visszaemlékezni. Mi történt ezzel a templommal? Én mai napig sem látom ennek a hivatalos állásfoglását, hogy ennek oké, lebontották. De ki, hogyan és miért? Milyen információkkal rendelkezel te abból a korból ma ennek kapcsán? Hát konkrét információkkal csak az, hogy ha utána kutatok és korabeli iratokat felelek, tehát már csak úgy futólagosan utána néztem. Nekem az a véleményem, hogy ugye ez egy hálaadó templom, Boldogasszony templom, és azon katonáknak, akik a fronton harcoltak, azoknak az emlékére határozták el, hogy felépítik és hálát adnak, stb. És ugye ez a vallásosság, ez tiltva volt a kommunista érába. Úgyhogy ha valaki kommunista pártag volt, a templomban nem mehetett el. Édesanyámnak be kellett lépni, mint védőnőnek, de ő is azért eljárt a templomba. Ugye mi úgy kezdtük, hogy vasárnaponként mindig mentünk a templomba, tehát a szüleim azok így neveltek. Itt és a pontás körülményeire gondoltam, mert sok mindent lehetett olvasni, meg hallani erről, hogy tankokkal döntötték le a falakat. Arról nem tudom. A katonákat vezényelték be oda, és ők bontották le. Minden esetre egy biztos az, hogy van egy irat ezzel kapcsolatosan, hogy ugye a pénz az valójában tényleg elfogyott, hiszen a plébános azt írja, hogy elfogyott, de mégis ennek volt egy előzménye, hiszen tudjuk azt, hogy az egyház a piarista gimnázium fölépítésére adta be azt a pénzt, ami tulajdonképpen az alapba gyűjtődött ahhoz, hogy a templom föl tudjon épülni. És eljött a II. Világháború, aztán gyakorlatilag itt a bontás körülményei körül volt egy kis vita ezzel kapcsolatosan, de hosszasan foglalkoztunk ezzel. Mindegy, a lényeg az, hogy te láttad ezeket a falakat, igen, láttad a templomtornyot, és láttad a készülő örök imádó templom alapjait. Igen. Sőt, nem is alapokról beszélünk, hiszen itt azért igen, már igen, már több volt. Úgy csodálkoztam is azon, hogy lehet ez itt. Még akkor gyerek része, hát nem nagyon tudtam ezt így felfogni, de érdekes volt, hogy ott az alapok ott lent voltak, a keresztgerendák. Tehát ahogy én erre visszaemlékszem. Hát persze ott mi bujócskászunk, meg minden egyebet csináltunk, hát mint a fiatal kölkök. Aztán hogyan alakult a te tanulmányaid? Egyrészt merre mentél tanulni, és hogyan kerültél el pályára? Hát 56-ban voltam 8-os, amikor a forradalom elkezdődött. Azt átéltem itt, és hát arról csak annyi emlékem volt, hogy Kecskeméten volt az úgynevezett csillaghullásos folyamat, amikor akkor én ebédet hordtam el, anyám dolgozott, ugye, tehát ebédet elmentünk a városházak sorában, volt egy kifőzde vagy étterem, ahol a dolgozók ottan érkezhettek, és onnan hordtuk az ebédet, vittem haza. Amikor ők is hazajöttek, akkor ott volt. Na, nem is ez a lényeg, hanem akkor mentem éppen az ebédbe, és akkor láttam, hogy a tömeg ott a Szabadság téren, hogy verik le a csillagokat, és kiabálnak, hogy fújvági. Ütemesen ő volt akkor a városparancsnok, és akkor hát én mentem be azért a városházára, de amikor már bementem, akkor már lőttek a levegőbe géppisztoly sorozatokat, hát többen megrémültek, berántottak ott a városháza nagy kapuján, hogy gyere be gyorsan. Bementem, de nem volt semmi, mert akkor bement akkor a Kisfaludy utca sarkán volt az épület, ahol ott volt a parancsnokság, oda bevonult, és ott már nem engedték be a tömeget, és akkor mondták, hogy menjenek el. Az érdekesség az volt, apám akkor ott dolgozott, és akkor a ablakból ráálltunk a tűzoltó laktanyára, és ott a tűzoltóság dolgozói azok mentek fel, és csavarták le gyorsan a csillagot,
hogy ha a tömeg oda megy, akkor már ne kelljen nekik ott randalírozni. Szóval ilyen közbelső élményeim voltak. Elvégeztem az iskolát, és akkor 58. után akkor a Katona József gimnáziumba nyertem felvételt, oda beiratkoztam, és 62-be érettségiztem le. Na most akkor a színművészetit azt nem mertem megpróbálni, mivel hogy egyéb iránt egy ilyen képzőművészeti vénám is van, festegettem, rajzolgattam sokat, akkor a szüleim azt mondták, próbálj meg az iparművészetit. Na hát oda mentem, mondták, azt mondta, hát ne is reménykedjek abba, hogy első nekirugaszkodásra felvesznek, mert van, aki már 6-szorra ment oda éppen, hát persze ez be is jött. Akkor na, mit lehet tenni? Mit lehet tenni? Akkor a szintén rokonsági alapon, hát töltsem le a katonaságot. Azt mondja, hogy legyek rajta minél túl előbb, és akkor majd kialakul, hogy hova tudok elmenni. Hát ez így is történt, és 62-ben bevonultam őszén a Honvéd Folyami Flottillához Újpestre. Matrózként, ugye, tehát akkor még matróz egyenruhánk volt, és amikor ott a honvédség letelt, 64 novemberében szereltem le, de 64 szeptemberében indult meg Kecskeméten a FGT, a Felsőfokú Gépipari Technikum címszó alatt. Hát azt mondta édesanyám, hogy próbáljam meg, azért mégis egy felsőfokú végzettség. Hát jó, hát rábeszéltek. Hát mondta, nem volt ilyen művészi hajlamaim, mégis. Hát felkészítő tanárok, ugye mert már decemberben vizsgák, fél évi vizsgák, jött decemberre jól a fél évi vizsgák, én meg november végén szereltem le, november 19-én. Hát mégis elvégeztem az első évfolyamat sikeresen, az első fél évet, és hát sokat kirostáltak, és akkor azt mondtam, hát hogyha már ez sikerült, akkor ezt végigcsinálom. És így szereztem meg akkori oklevelet, és aztán később, amikor már főiskolává minősítették, akkor egy különbözetivel a üzemmérnöki oklevelet szereztem meg. Hát ennek mondjuk az az érdekessége, hogy most már a aranydiplomát is megkaptam. Most találkoztam éppen a Hanga István órás, mert egy folyamban jártunk, hogy mondta, hogy hát azt mondja, add már meg a telefonszámodat, mert most vagyunk 60 évesek, ugye, hogy akkor megint egy találkozót összehozunk. Na tehát, és akkor hát így kerültem aztán műszaki pályára. És 64, hát igen, azt elvégeztem, és mivel hogy a flottillánál voltam, tehát a matrózként, tehát a Dunai hajózás, akkor ott voltak ismerőseim, akik a tengerhajózásnál is dolgoztak. Hát nekem is oda jó lenne elmenni. Hát ugye a rokonom a flottillánál, milyen véletlen, ő volt a személyzet és tiszt. És azt mondja, hogy az nekem jó ismerősöm, akkor mindjárt ottan. Hát már végeztem itten a GANF-on, most már GANF-nak mondom csak, hát gépésznek el tudok menni hajóra, tengerjáró hajóra. Úgyhogy ugyan is felvételt nyertem, úgyhogy elmentem. Egy kicsit a földközi tengeren körbe hajókáztam. Sok érdekes tapasztalatot szereztem, ugyanis egy dolog jutott eszembe, akkor még amikor elvégeztem a főiskolát, akkor a Gamoda forgalmi vállalathoz kerültem műszaki osztályra. És hát ugye amikor felvettek ide a Deterthez, akkor még Deternek nevezték a Dunatengerjáró részvénytársaság, hajózási részvénytársaság, akkor az igazgató, a Sarok Antal volt itt a Gabona forgalminak az igazgatója. Hát kellemen elvtárs, akkor elvtárs voltam. Most kimegy nyugatra. Sok mindent fog látni, de azért ne felejtse el. Hát majdnem azt mondta, hogy ott a rothadó kapitalizmus. És ugye ez egy bennem maradt, én szétnéztem, hát úgy látom, hogy aki ott dolgozik, az szépen tud megélni. Na, csak ennyit, hogy ugye jártuk ott az arab világot is most. Na, ott is volt egy olyan afférom, hogy egyik hajóról áttettek a másikra teljesen indokolatlanul, tehát akkor megsértődtem, és akkor beadtam a felmondásomat, és egy 2 év után visszakerültem, de azért mégis a honvágy az visszahívott. És akkor itt
akkor már volt egy menyasszonyom, ismerős, és akkor 69-ben, akkor onnan is visszajöttem, akkor megnősültem. És akkor a BRG-be helyezkedtem, a BRG. A Rudas volt az igazgató, és a BRG-be dolgoztam, ott is műszaki osztály, tehát a szerszámgazdálkodóként szerepeltem, és ugye 69-ben megnősültem, na akkor azt mondták, hogy én rang nélkül szereltem le a honvédségtől. Akkor szóltak nekem, hogy hát kellemen elvtárs, te már elvégezted ezt a főiskolát, most egy magasabb rangba is tudnánk áthelyezni, amihez nekem nem sok kedvem volt, mert édesapám ugye főhadnagyként szerelt le, mint gazdasági tiszt. Hát én akkor azt mondtam, hát most éppen fiatal házasok vagyunk, lakásépítés, és akkor az apósom volt akkor a kiek parancsnok. Félretették a kartonomat, akkor azt mondta, aki ezt az egészet indítványozta, akkor majd tegyük, majd később erre visszatérünk. Hát hála Istennek a mai napig nem tértek vissza rá. Úgyhogy ezt is megúsztam. Tehát a sors az így hozott. És akkor, hát így, na jó, nem akarom sokáig részletezni a dolgokat, mert ugye a két gyermek született, házat épített, lakást építettünk ott akkor a Műkertvárosba, később akkor aztán, amikor már a gyerekek nőttek, akkor egy nagyobb lakásba átköltöztünk ide a Hunyadi városba, a Mátyás király körülötti, a mai napig is ott vagyok. Érdekessége volt ennek a dolognak, hogy a BRG-ből átkerültem a Újpesti gépelemgyár, Kecskeméti gyár egységéhez. Szintén műszaki osztályra, ott a TMK vezető voltam, és az Újpest akkor bejátszott az életembe. Először a katonaságot ott töltöttem a újpesti laktanyába, Petőfi Sándor laktanyába, akkor újpesti gépelemgyár, ugye hát a központja Budapesten volt, a BRG-nek is ott volt a központja, tehát a rádiotechnikai gyárnak, és hát a feleségem 95-ben egy rákos megbetegedés miatt eltávozott, akkor én hát maradtam egyedül, és a sors megint úgy hozta, hogy Erika is egyedül volt, ő elvált, én is egyedül voltam, és akkor a sors megint összehozott bennünket, és úgy, hogy Erika Újpesten lakott. És ennek az az érdekessége, hogy a gépi mechanikával foglalkoztam, de engem mindig is izgatott a csillagos ég. Valahogy nem tudtam elképzelni azt, hogy csak felnézek az égre, és ott vannak a szépek a csillagok, hogy ennél van-e valami több is. És valahogy a gépi mechanikából az égi mechanikára váltottam át, és annyira érdekelt, hogy egy több ilyen tanfolyamot elvégeztem. És mutattam azt, és mai napig is kutatom, hogy először, mint mi műszaki vénával megáldott ember, azt hittem, hogy ezek csak belebeszélések. Tehát ez így lehet ezt így is magyarázni, hogy ez a bolygó így áll, meg amúgy áll. És amikor először ledöbbentem azon, hogy ilyen nagy embereknek úgymond a képletét vagy horoszkópját megnézzük, hogy az mennyire igaz, az valami döbbenetes volt. Na, akkor kezdtem el gondolkozni, itt sokkal több dolog van itten. Erről mindig egy idézet jut eszembe, még a gimnáziumban játszottunk ilyen szín, persze ott is szerepeltem, a karinti estet adtunk elő, hogy humorban nem ismerek tréfát címmel, és ott egy Hamlet a mellény zsebben című darabját adtok el, és ott én játszottam a direktort. És akkor mondtam a főszereplőnek, hogy a Hamletnek, hogy na kezdjük innen, mert bejött az igazgató, és mondta, hogy több dologok van a földön, és égen mit sem bölcselmetek felfogni képes. Na csak erre a mondatra akartam visszautalni, és ez megmaradt bennem, hogy több dolgok van a földön, és égen mit sem bölcselmetek felfogni képes. Ez nagyon érdekesként ott maradt nálam. Ezekből a csillagok, meg majd a kézírás, így az emberi jellemnek a pontosan az ábrázolásánál így összekapcsolódtatok. Jó? Igen, 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 igen. Mert én kacélkodtam a grafológiával is,
még néztem is, hogy hogy lehetne beiratkozni, és akkor kiderült, hogy ahogy Erika ezzel foglalkozik, és a kettő ez így összejött, és azóta hála Istennek együtt vagyunk. Elég nyitott voltál, milyen spektrumot írtunk le a tudományok, illetve az egyes ágazatok között, mindenféle szeretnél volna befogadni, hogy továbbfejlesz magad. Ez az a pillanat, amikor, ha már ide érkeztünk, Erikának visszaadjuk a szót, és tudjuk most már nagyságrendileg, hogy mikor találkoztatok, így a ti életetek úgy hozta, hogy egymásra találhatok. Mennyi ideje vagytok együtt, és egy picit majd onnan haladunk vissza, ahol veled abba hagytuk. Az idén lesz 10 éve, hogy összeházasodtunk. Hogy visszatérve a tanulmányokra, ugye Debrecen Egyetem bölcsészkaráról gimnáziumba kerültem, gimnáziumban tanítottam, osztályfőnökként is többször szerepeltem, Kafka gimnáziumban, Dózsa gimnáziumban tanítottam, és előtte még egy műszaki híradásipari gépészeti technikumban, de ott nem volt túl nagy súlya a magyar irodalomnak. Igazából nagyon erőteljes volt a műszaki oktatás, úgyhogy ezért váltottam át gimnáziumra. Különleges volt, hogy mindig a gyermekek személyisége izgatott. Tehát amikor láttam egy gyermeket, akkor nem csak az volt fontos számomra, hogy mit tud, mit tanult meg, vagy mit gondol, amikor egy-egy verset elemeztünk, vagy magyar oktatásról volt szó, hanem mit élhet meg. És akkor a kézírásokra fölfigyeltem, és valami módon ilyen tudattalanul halmozódott föl bennem egyfajta tudás arról, hogy a kézírás és a személyiség között kapcsolat van. Aztán sorserők úgy hozták, hogy elém állt a sors, hogy mit tegyek, gimnáziumban maradok, vagy pedig a grafológiával foglalkozom. Ennek az a története, hogy még 28 éves voltam, és egy iskolai táborban voltunk, amikor mellettem egy író éppen egy regényt írt, ez Kende István, azt hiszem, nem jelentős író volt, de akkor írta a regényét, és elkértem tőle a kéziratot, hogy szeretném olvasni, és nem a történet ragadott meg, amit írt, hanem a kézírása. És nem lehet tudni, hogy miféle különleges indítatásképp, de előkaptam egy kis papírt, hogy fölírogattam, hogy milyen személyiséget látok mögötte. Úgyhogy előtanulmányom nem volt, semmilyen információm nem volt, és a feleségének megmutattam, hogy igaz-e, vagy mit szól ehhez. És rám csodálkozott, azt mondta, hogy te grafológus vagy, és akkor hallottam először ezt a szót, hogy grafológus. De így aztán elkezdett érdekelni a grafológia, a kézírás és a személyiség kapcsolata. Innen kezdve nekem semmit nem kellett tennem, hanem minden elém jött az életből. Volt egy tanfolyam, ez már a 80-as években történt. A grafológiai tanfolyam Budapesten, a Kálvin téri közösségi házban Zégánti Péter hirdette meg, arra rögtön beiratkoztam, mert onnan kezdve számomra egy varázslat volt, és tudni akartam a rejtélyét, titkát. De közben kiderült, hogy a grafológia tudománya már a 20. század elejétől indult Magyarországon, és nagyon jelentős kutatási eredményekre jutottak 1951-ig, tehát az 1910-es évektől 1951-es évekig fejlődött, jelentős szakirodalom született,
majd 1951-ben betiltották a személyi kultusz idején, mert kiderült, hogy ez egy veszélyes fegyver, legalábbis belátna azokba a tartományokba, amelyek nem feltétlenül publikusak. Tehát a rejtőzködés helyett ugye olyan tudattartalmakat közöl a kézírás, amivel leleplezheti önmagát valaki. Énkor a kis ördög azért emberbe benne bujkál, hogy hát azért, ha tilítják, akkor mégis nézzük már meg, hogy vajon esetlegesen egy olyan kézírás, mondjuk egy pár funkcionárius esetében, vagy egy személyű diktatúra élén álló vagy ülő személy kézírásából mondjuk milyen személyiségek jönnek le. Nem tudom, eltettetek-e próbát, hogy így magatok között, vagy magad esetleg megnézd egy olyan embernek a mondjuk 51 után, mikor betiltják ezt későbbiekben is, amiből aztán következtetéseket lehetett levonni. Hát megint csak a sorserők hozták az utamba a 3x3-as ügynökök listáját, és a tanítványom szerezte meg ezt a lehetőséget, hogy a 20. századi intézet hátterével tudtunk kutatni. 60 embernek a kézírását néztük meg, úgyhogy nem tudtunk semmit róluk. Tehát semmilyen információnk nem állt rendelkezésre, csak a kézírás. Tehát név nem. Semmit nem tudtunk, de a tanítványom kíváncsi volt arra egyrészt, hogy az ő szülei benne voltak-e, tehát figyelték-e a szüleit, volt-e ilyen a besugórendszerben, szerepeltek-e ők megfigyeltként, és ennek kapcsán jutottunk arra, hogy érdemes lenne kutatni, de ez már természetesen 90-es évek közepén volt, és akkor az ügynöki tevékenység motivációját vizsgáltuk a kézírás alapján, és hát erről hosszan lehetne, akár külön beszélgetés is lehetne, de a leglényegesebb talán az volt, hogy a legrövidebb, tehát ugye itt egy állapotkövető vizsgálatot végezhettünk, különböző időszakban, években született írásmintákat hasonlítottuk össze ugyanannál a személynél. És volt, akit csak fél évig tudtunk követni, de volt, akit 20 évig. Legtöbb 5-6-10 évig volt besugó, tehát ügynök. Ennek alapján a kézírásokat megkaptuk egy-egy embernél, legalább 8-10 kézírást kaptunk meg, és ami talán a legfontosabb volt, hogy aki hosszú ideig végezte ezt az ügynöki tevékenységet, az személyiségében szétroncsolódott. Tehát nem lehet kettős életet élni, az ember úgy van programozva, hogy az erkőstelen, gerinctelen élet előbb-utóbb olyan lelki rombolást végez, hogy vagy alkoholizmusba, vagy öngyilkosságba menekült, de látható volt a leépülés a személyiségnek. Ez megdöbbentő volt számunkra. Nem mi választottuk ki a kézírásokat, úgy kaptuk, és hát rengeteg írás lehetett ott, de összesen 60-at kaptuk, mi ebből a 60-ból következtettünk. Nagyon fontos bennem, mint aki a területtel hosszabb ideje már foglalkozik, most az ügynök is, tehát mondjuk, egy grafológus név nélkül, hogyan, miből olvassa ki egy ügynöknek a 10 éves tevékenységéből a személyiség roncsolódását? A kézírás minőségének a változásaiból. Tehát követni lehetett az írás minőségét, amikor elkezdte az ügynöki tevékenységet, és mondjuk 10 év után mi történt. Elsősorban a ritmuszavarok a legmarkánsabb jelzők, tehát az írás nívója, lehet így is mondani, így is fogalmazni, de valójában a formaritmus, mozgásritmus, térritmusnak a változásai, illetve a vonalminőség változásai, azok a jelzések, amelyekből főképp láttunk. Hát volt 30 olyan írásjegy, amire figyeltünk, amit követtünk, erről táblázatokat készítettünk, összesítettük, és ennek alapján volt látható az a lelki rombolódás, ami létrejött. Eszméletlen izgalmas történet, főleg annak, aki ezzel a
személyiség megkettőződéssel találkozik, hiszen tudjuk azt, hogy itt ember az emberben működik. Egy rossz ember valójában nem biztos, hogy egy rossz emberben, de valahol mégiscsak összefonódik a történet. És egy gátlástalan, mondhatni, gusztustalan tevékenységet folytat, ami tényleg akkor ezek szerint egy ilyen személyiségromboláshoz, öngyilkossággal és alkoholizmussal, vagy alkoholizmussal egészen a halálig, vagy aztán a kilépésig ebből. Ezt már nyilván nem tudtátok követni, hogy ki az, aki... Most már nem tudtunk semmit. Hát vagy depresszióval, tehát olyan mély depresszió, önmaga ellenfordulás történik ilyen esetben, úgy tűnt. Tehát a lelkiismerete nem bírta. És ugye azt nem tudtuk, hogy ki hogyan került oda, milyen motivációk voltak valójában, kényszerből, vagy önként vállalta, tehát nem, semmi ilyesmit nem kaptunk, semmilyen adatot, csak magát a kézírást láttuk. Fölmerül a nézőben is, gondolom, a kérdés, hogy a hasonló témákkal foglalkozó szakembereknek ugye a szöveg kohézióját, a szöveget, mint grafikus elem is ezt a szövetet átengedi saját magán, hiszen csak úgy tudja megfejteni azt, hogy mi van a mögött. Ez mennyire vesz igénybe téged? Mennyire vett például ez a folyamat igénybe? Hogyan éled meg ezt a rejtvényt? Mert valamilyen szinten ez egy rendkívül izgalmas és érdekes rejtvény, a személyiség megfejtése valamilyen személyiségi jegyekből, akár írástépből. Hogyan éled meg ezt? Mennyire viseled meg téged? Hát ahogyan a színésznek bele kell helyezkedni mindannyiszor a szerepébe, úgy nekem a kézírásnak a világába és a kézírást létrehozó személy világába kell beleélni magam. Vannak nagyon szép felemelő állapotok, helyzetek, nagyon különleges volt József Attila kézírását elemezni 10 éves korától az élete utolsó napjáig. Lefektethető volt az életútja a kézírásokkal, és átéltem mindazt a változást, belső változást, ami végbe ment, végbe mehetett. Ugye erről könyvet is írtam, a 700 született költő címmel. De voltak nagyon, nagyon nehéz helyzetek, amikor például Magda Marinkó kézírását kellett elemeznem, voltam bírósági szakértő, és többször volt úgy, hogy hát nagyon milyen kemény bűnözőknek a kézírását kellett tanulmányoznom. Ez nem volt számomra kellemes, és nem is foglalkoztam aztán vele. Inkább a költészet felé fordultam. Nagyon nagy élményem volt Csontváry Koszka Tivadar életútját vizsgálni, személyiségét vizsgálni. Rendkívüli volt a zsenialitása, a sokszínűsége. Tehát őt festőként ismerjük, de valójában egy polihisztor volt. Rengeteg dologgal foglalkozott, nem csak a jogászattal, színképelezés, elemzéssel, ásványtannal, a kereskedelemmel. Ugye ő mindig a hazajavát kereste, és hogy próbálta minden erejével segíteni, hogy hogyan tudná a magyar nemzetet, a magyar gazdaságot felemelni. Egyik híres története, ugye, hogy selyemhernyó tenyészetet javasolta a magyar államnak, ami végső soron egy élő helyzet volt. Hát minden napjaimat is a kézírás elemzés tölti be, foglalkozom pályaválasztási tanácsadással, nagyon sokan jönnek hozzám, több 10 000 fiatalnak tudtam már segíteni, és nagyon különleges a különböző nemzedékeknek a szemléletét, személyiségét látni, átélni, tehát most már 2000 után született gyermekek jönnek hozzám, és hát bámulatos, hogy milyen magas tudatossági szinten vannak. Nagyon nehezen jutottam el arra a tudatossági szintre, amivel szinte ők elindulnak. Mondhatni, hogy egészen új világ indult meg, új világ kezdődik. Tehát a csoda, a kézírás csodáját, ezt nem lehet hangsúlyozni, elmondani,
és nagyon nehéz átélni ezt a digitális terrort, ami kiüti az emberek kezéből a tollat. Hát csak ugyan, ami az órával írunk szinte. Hát igen, és hogy nem fogja föl az emberiség nagy része, hogy ez milyen hátrányokat jelent. Most már vannak tendenciák, ahol betiltják a kézírás tanítását, ugye USA 44 államában már nem tanították, kivették a tanrendből, és Florida államban viszont kiharcolták a szülők, hogy igenis tanítsák, mert észrevették a szellemi teljesítménynek a gyengülését azoknál a gyerekeknél, akik nem tanultak. Világon számtalan kutatás van arról, hogy milyen nagy rombolást végez a kézírás elhagyása. Tehát a tanulási pályák kiépülését segíti, a memória javítását, a gondolkodás, a koncentráció, az a kézírás szintjének az emelkedésével nő, tehát egyenes arányban van a kézírás gyakorlása, illetve a kézírás, az írás rutin szint minőségével a szellemi teljesítmény. Tehát óriási hátrány származik abból, hogy ez a nemzedék már nem tud írni. Tulajdonképpen a kézírás tanulás az erkölcsiségre is kihat. Amit kézzel írunk, nagyobb felelősséget vállalunk. Elidegenít a billentyűzet, tehát nem ugyanaz a súlya annak, amit leírunk. Még szerencse, hogy az aláírás meg a szignót megtartják a kézjegynek, mert egyébként tulajdonképpen az hitelesíti a számítógépen leírtakat. Nagyon nagy ívet írtál le itt az elemzett személyek kapcsán. Azért valaki találkozik Csontvárival, az ő személyiségét fejtegeti a kézírásával, aztán kicsit nagyobb ugorva az időben József Attilával, utána találkozik majd a 3x3-as ügynökökkel, aztán a végén ott találja magát Magda Marinkó mellett, az ő kézírását olvasva. Egy szimpla kíváncsiságot engedj még nekem. Ezt szerettem volna megkérdezni, bízom benne, hogy nem államtitok, ha igen, akkor ezt kihagyjuk. Hogy nyilván Magda Marinkó például ott volt, láttad a cselekmény sorozatot, hogy mit követett el. Mennyiben befolyásolt téged az, hogy tudod, hogy ki ő, mit csinált, hogyan követte el, vagy egyáltalán nem, ez az egyik. A másik pedig az, hogy alátámasztotta-e a kézírása az ő esetében azt a személyiséget, amely valójában ő volt. Tehát alátámasztotta, de rendkívül bonyolult az emberi személyiség. Tehát egy embernek rendkívül sok dimenziója van, és látni lehetett, például nagyon kreatív ember volt, és a kegyetlensége mellett voltak nyilván olyan tulajdonságok is, amelyek hát meglepőek, vagy nem gondolja az ember. Hogy befolyásol-e vagy nem, alapvetően nem, eljutottam arra a szintre, hogy teljesen mindegy, hogy milyen életútja van valakinek, nekem az írás elemekre kell támaszkodnom. Tehát az írás jellemzőkből, a szindrómákból kell kiolvasnom, hogy ki milyen ember, milyen személyiség jellemzőkkel rendelkezik, és bármennyire is szimpatikus valaki, hogyha vagy ellenszenves valaki, teljesen mindegy, így ha beszélgetünk bárkivel, akkor a kézírása mondja meg, hogy valójában ki ő. Tehát volt már többször olyan helyzet is, hogy a kézírás más mutatott, mint az illető, és mindig a kézírás az, ami győz, ami hosszú távon igazolja, hogy valójában olyan személy. Akkor te valójában, amikor Lacival találkoztál először, kérdél tőle, hogy írjon 3 sort kézzel. Jó értelmezem. Hát, megfejsz, hogy valójában milyen ember. Oda-vissza volt, mert... Megtörtént ez köztetek egyébként, ez a írásképelemzés? Igen, mert én kértem tőle egy asztrozófia elemzést, én pedig visszajeleztem neki, illetve Laci részt vett az én grafológiai kurzusomon, tehát én voltam a tanára grafológiai szinten 3 évig, vagy 2 évig, 3 évig tartott ez a grafológiai oktatás, tehát ismerte is. Anno
Azóta is tart. Azóta is tart. Nagyon sok hasonlóság van az értékrendünkben, és ez a kézírás alapján is látszik. Nyilván megvannak a különbségek is, ennek is nyoma van. Tehát sok segítséget tud adni, és a számomra az egyik legfontosabb küldetés, hogy a kézírás értékeire fölhívjam az emberek figyelmét, ami minden életkorban fontos. Tehát a gyermekeknél ugye a szellemi teljesítmény javítása, gondolkodás, szemléletmód kialakításában szerepet kap, és csak egyetlen mondattal hadd utaljak arra, ha megengedett, hogy ketté szakadt a világ, mert a nyugati világban a billentyűzetet részesítik előnyben, addig keleten a kaligráfia tantárgy, illetve Japánban például 8 évig tanítják a kézírás, hatalmas szerepe van, és az önfejlesztésnek, az önismeretnek óriási szerepe van a kézírás gyakorlásával, tehát a kaligráfiával. Egyetlen vonal szakasznak a megírása egy olyan magas szintű koncentráció, türelmet fejleszt ki az emberben, tehát az egység élmény megélését teszi lehetővé. Természetesen ugye ez a kaligráfia útja, a zen útja. És nekem ez a feladatom, vagy ezt szeretném, hogyha ez egyértelmű lenne, hogy óriási érték, csak nem ismerjük az értékeit. Na most ennek kapcsán itt a 10 éves itt létem alatt ennek kapcsán rendeztem meg az első kézírás kiállítást itt a Hunyadi városban. A Mátyás Király iskola fogadta be, és nagy öröm volt számomra. Először egy költészetnap kapcsán rendeztük, 10 költőnek a kézírását állítottam ki, utána pedig Kecskemét nagyjainak a kézírását mutattuk be, mégpedig amikor a Kecskemét 600 éves évfordulóját ünnepeltük, akkor, tehát a városi születésnap alkalmából. Ez nagyon nagy élmény volt számomra, hogy 12 híres kecskeméti kézírásáról egy ilyen mindenki által látható kiállítás nyílhatott meg. Először az is a Korvin Mátyás iskolában volt, másodszor pedig a Kecskeméti Városházán. Igen, ezt jól magam is megtekintettem, rendkívül érdeklődve fogadtam ezt, kíváncsi voltam én is, ilyen magát az eseménysorozatot, mint kecskeméti helytörténettel foglalkozó történész ismerem, de azért a személyiségelemzés azért rendkívül érdekes az ő szempontjukból is, hiszen rendkívül nagy feladatot vállalt mindegyikőjük, főleg ha a századforduló polgármesterét nézzük, akkor aztán meg végképpen, hiszen ugye átbillentette a várost egy olyan fejlődési szakaszba, ami meghatározza valójában mai napig is Kecskemét ipar-gazdaság történetét és kultúrtörténetét. Az időnk lassan lejár, hosszan tudnánk ezekről a dolgokról beszélni, mindenkettőtök életében rendkívül sok érdekes dolog van. Érdekes az is, hogy a II. Világháború hogyan határozta meg mondjuk Erika családját, vagy éppen a te édesapádnak a fogsága kapcsán esetleg ez milyen törést okozott a családnál, vagy hogyan tudott tovább billenni a család ebből. Minden műsorban minden személynek föl szoktam tenni egy olyan kérdést, amely ha a kézírás fontosságára fölhívjuk a figyelmet a mai fiatalok szempontjából, akkor mindkettőtöktől szeretnék kérni egy olyan üzenetet a mai generációk, vagy éppen a televíziónézők számára, amely a ti életetekből üzenetként, tanúságként megfogadható és továbbvihető olyan tanácsot, amellyel többek lehetünk mindennapjainkban. Most Erikát kérdezném, hogy először, ha nálad van a mikrofon. Hát nem tudom, még utalhatok-e arra, hogy most gyűjtjük a időkapszulába a kézírásokat, amely itt éppen a Hunyadi városi közösségi házban fog, ide rakjuk el, itt őrizzük majd ebben a közösségi házban, és 2222. február 22-én lehet majd felnyitni. Tehát ebbe üzeneteket gyűjtünk.
Tehát a legfontosabb üzenet számomra az, hogy őrizzük meg önmagunkat. Az önismeret az alapja a világismeretnek. A kézírás éppen az önismeretben segít. A kézírás mi vagyunk. A legszemélyesebb alkotásunk a kézírás. A kézírás betűtestet öltött lélek, így fogalmaztam meg, és hogy ennek az értéke mindenek fölött. Ezt kaptuk a Teremtőtől, ezt a lehetőséget, és őrizzük ezt, ezért is kézírásokkal gyűjtöm az üzeneteket, és hát remélem, hogy lesz ember, aki fölnyitja majd, lesz ember, aki olvasni tudja, és megmaradnak, nem foszlik szét 200 év alatt a sok tintanyom. Laci, a te időkapszulád az hogyan alakul? Hogy én mit üzenek? Hát most megint azt tudom mondani, amit már egyszer említettem, hogy több dolgok vannak földön, és igen, mit sem bölcselmetek felfogni képes, és ezt talán annyival kibővíteném, hogy a látható világontól azért igyekezzünk meg arra is figyelni, hogy a látható dolgoknak a gyökere a láthatatlanban rejlik. És ha valaki erre figyel, mert előbb-utóbb mindenki találkozik vele, akkor sok mindent tud önmagának is hasznosítani.